Láss, hogy ők láthassanak, ezzel a szlogennel indított országos kampányt a Magyar Látszerész Szövetség. Az állami támogatással megvalósuló program keretében a gyermekotthonok lakói részére szerveznek ingyenes látásvizsgálatot, és a szükséges szemüveget is biztosítanak nekik. Ma az egyik zalaegerszegi intézmény 29 fiataljának szemét szűrték. Vele? Vagy nélküle? Így jó. A speciális gyermekotthon valamennyi lakója vállalkozott a szemvizsgálatra, ami éppen úgy zajlott, mint bármelyik orvosi rendelőben. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ennek a programnak a részesei lehetünk, és a gyermekeinknek a szeme, a látás, ami valóban a tanulás szempontjából is, meg az életük szempontjából is egy nagyon fontos dolog, hogy ebben részt vehetnek, és köszönjük szépen. A kezdeményezést a Magyar Látszerész Szövetség indította el. A program tavaly októberben Fonyódon kezdődött, most Zalaegerszegre a negyedik állomásként érkeztek. A kezdeményezés fő célja, hogy a gyermekotthonokban élő gyermekeket szemvizsgálatra elérjük, akinek szükséges, őket szemüveggel tudjuk ellátni, teljesen ingyenesen természetesen, a szakma felajánlásával és a támogatók felajánlásával. És ez nagyon fontos életminőség javulásnak gondoljuk, amikor valaki szó szerint látni fog a következő napjától, vagy attól a perctől, amikor megkapja a szemüveget. Ez a célunk ezzel a programmal. A Klebersberg központ elnöke kiemelte, a program által lehetővé tett vizsgálatokra minden gyermeknek minél korábban szüksége van, a tanulási lemaradás megelőzése érdekében. Saját magam is azt hallom, hogy minden gyereknek mindenhol esélyegyenlőséget kell biztosítani, tehát minden gyereknek biztosítani kell mindent, ami ahhoz kell, hogy olyan felnőtté váljon, hogy boldog legyen, illetve kiegyensúlyozott legyen, és főleg, hogy egészséges felnőtté váljon. És nagyon fontos, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol tudunk segíteni bármelyik gyereknek is. Magyarországon mintegy 23 ezer gyermek él gyermekvédelmi gondoskodásban, közülük 8 ezer otthonokban, 15 ezer pedig nevelőszülőknél. A másfél évig tartó kampány keretében az ország valamennyi gyermekotthonát felkeresik.